Kétfordulós vagy egyfordulós? Romániában nem a mély szegénység, nem a súlyos társadalmi-szociális helyzet, hanem ez a kérdés tartja lázban a politikumot. A mérkőzés előtti percekben módosítana a játékszabályokon a Penélé, és nem kérdés, hogy kiveszítene ezzel. Főszabály lesz a kivételekből. 6 schengeni ország élt a belső határellenőrzés lehetőségével. Itt a Schengen vége, vagy csak kapkodás van? Jó estét kívánok, Farkas István vagyok, ez a Sajtóprés. Ahogy arról az elmúlt napokban az RDTV híradója is beszámolt, a Nemzeti Liberális Párt utolsó 100 méteren módosítana a választási törvényen. A cél, hogy a polgármestereket két fordulóban válasszák meg. Ambrus Attilával, Erdély Andrással és Gáspár Sándorral beszélgetünk ma, többek között arról, hogy etikus és főként jogszerű-e ez a kezdeményezés. Az, hogy kinek kedvezne, a módosítás nyilván borítékolható, de azt tudjuk-e, hogy mennyit ártana az erdélyi magyaroknak. Nézzük, mi a legfrissebb fejlemény. Egyre erősebb a liberális lobby annak érdekében, hogy a júniusi önkormányzati választásokon kétfordulós rendszerben döntsenek a polgármesterek személyéről. Noha egy korábbi alkotmánybírósági döntés a Velencei Bizottság ajánlására hivatkozva kizárná, hogy a választások előtti évben módosítsanak jogszabályt, Klaus Ioannis elnök is szorgalmazta a módosítást. Az alkotmánybíróság elnökének Augustin Zegreannak nyilatkozata, amely szerint a tiltás nem vonatkozik arra az esetre, ha a törvénymódosítása jogszabály jobbításának szándékával történik, újabb reményt adott a liberális javaslat támogatóinak. A híradónknak nyilatkozó politológus szerint azonban kicsi az esélye, hogy eredménnyel járjanak. Az, hogy kétfordulós legyen a választás, az ellentétes a szociáldemokraták és az LMDSZ érdekeivel is. Tehát az, hogy ezt a törvényt normális parlamenti eljárással módosítsák, erre nem látok esélyt. Arra lehet meg az esély, hogy a kormány sürgősségi kormányrendelettel módosítsa ezt viszont azt gondolom, hogy erről már nyilatkozott a miniszterelnök, hogy ez nem lenne túl demokratikus. Igaz, Dacian Jancsolós utóbb árnyalta az álláspontját, azt mondta, megvizsgálják a lehetőséget, tárgyalni fog a kérdésről a pártokkal. Ilyes Gergő szerint azonban a Csolós kormány, amely bár elvileg technokrata kabinet, gyakorlatilag szinte mindenki már liberális kormánynak tekinti, nem vállalja be egy sürgősségi rendelet kibocsátásának kockázatát, a szociáldemokrata párt ugyanis mindent meg fog tenni ennek megakadályozásáért. Láttuk tehát, hogy a kérdésben lassan az államfőtől kezdve mindenki megszólal. Miért annyira fontos ez az ügy? Mi a tét a Nemzeti Liberális Párt szempontjából? Azért szólal meg mindenki, mert más fontos kérdésben mindenki hallgat, és végre van egy olyan téma, amiről lehet beszélni, amelyet felkapják a hírtelevíziók is, felkapja a sajtó is, és akkor erről nyilatkozni lehet, vitatkozni lehet. De a sajtó nyilván azért természetesen, mert fontos az, ami történik, mégpedig ismét bizonyítékát láthatjuk annak, amiről ebben a műsorban többször beszéltünk, hogy egyre nagyobb a demokrácia deficit. Ugyanis azt nem lehet másképpen magyarázni, hogy van egy alkotmányos előírás, van egy Velencei Bizottsági ajánlás, amely azt mondja, hogy választási évben ne változtassanak a választási törvényen. Ennek ellenére olyan kategóriákat vezet be az Alkotmánybíróságnak az elnöke, amelynek semmi köze a joghoz. Arról beszél, hogy hát lehet módosítani a törvényt, noha alkotmány szerint nem, ha jobbító szándéka van. Hát az szinte egészen természetes, hogy minden törvény jobb, mint az előző, hiszen azért kell az új törvény előírásokat megfogalmazni. A kezdeményező szempontjából minden törvény jobb kell legyen, mint az előző, mert azért nyújtja be. Ja, csak itt az a kérdés, hogy kinek a szempontjából lenne jobb ez a törvény. Világos, hogy a liberális pártnak ez ad lehetőséget arra, hogy megszerezhesse a hatalmat, mert a jelenlegi felmérések szerint is azért mégis a legjelentősebb választói bázissal rendelkező párt a szociáldemokrata párt. Igen, hogy megéri a Penélének így, ezt megéri hát, ilyen áron? Ha ezen az áron kaphatja meg a hatalmat, és másképpen nem, akkor nyilván igen, de hát lejáratjuk a Csolós kabinetet. Államfő. A Csolós kabinet amúgy is csak technokrata és szükségszerű átmeneti kormánynak számít. Mondjuk Csolost esetleg megmentik. Ez egy belső háttér alkú, nem ez a lényeg. A lényeg a hatalom megragadásának a kérdése, és úgy tűnik, hogy ebből a szempontból sem az etika, sem a törvény, sem az előzetesen ígért és kimondott, megadott szavak nem számítanak, a hatalom számít. Annak idején Jack London is kijelentette, hogy a 21. század társadalmában a hatalom fog számítani. Nem a gazdagság, nem a tömeg, hanem a hatalom.
De ez, ha nem van a tragikus, akkor vicces volna, hogy azt mondja, hogy jobbító szándékkal. Mert ez azt jelenti, hogy van olyan törvénymódosítás, ami vele ellentétes. Tehát rontó szándékkal van egyrészt. Másrészt ki az, aki megmondja, hogy mi az, hogy jobbító szándék? Egyértelműen az Alkotmánybíróságnak van egy ilyen jogköre, hogy mérlegelhesse, hogy hát ez egy jobbító szándékú javaslat, akkor ezt elfogadjuk. Hát ez... Sajnos az Alkotmánybíróságnak lényegi kérdésekben van döntési joga, nem formai kérdések alapján vizsgálja meg, hogy betartották ezt az előírt határidőt, megtartalmazza. Lényegi kérdés, ez alkotmányellenes, ez nem alkotmányellenes. Kész. Most az a probléma, hogy valójában nem segíti a Nemzeti Liberális Pártot abban, hogy megszerezze a hatalmat. Tehát én azt gondolom, hogy akkor sem fog azokban a déli és keleti megyékben, városokban győzni a Nemzeti Liberális Párt, ahol a Szociáldemokrata Pártnak nagyon erős a bázisa. Én azt hiszem, hogy a kétfordulós választás során is azokat a polgármesteri hivatalokat és azokat a megyei tanácsokat el fogja veszíteni. A probléma az, hogy jelen pillanatban a Nemzeti Liberális Pártnak semmilyen kampány témája nincsen, amivel felhívhatná a figyelmet arra, hogy ő létezik. Jelen pillanatban ugye a Csolos kormány az, amelyik adminisztrálja ezt az országot, jól, rosszul. Időnként havonta egyszer megszólal Klaus Johannis is, de láthatjuk őt egyébként, hogy különböző fogadásokon vesz részt, és akkor Bajor Andorra gondolunk, aki éppen 25 évvel ezelőtt halt meg, hogy jó lenne, hogyha tudnánk, hogy miben fogadnak, és hogy ki nyer, mert körülbelül ennyit érnek ezek a fogadások, és a Nemzeti Liberális Párt gyakorlatilag eltűnik a választóknak a látóköréből, és akkor belekapaszkodik egy ilyen populista javaslatba, és ezt erről beszélnek. Jelen pillanatban mi is a Nemzeti Liberális Pártról beszélünk, és mert egyébként eléggé nehezen tudnák megmagyarázni azt, hogy miért szavazták meg korábban az egyfordulós választást. Igen, tehát ugye a és most liberális miért... párt korábban teljes mélszélességgel kiállt a választási törvény módosítása, mert most ismét módosítana, tehát ez ez a gyakori módosítás, ez mennyire tekintető felelőtlenségnek? Hogy nincs témájuk, és régebben sem volt, ebben igazad van, akkor is, mert hát az újdonságot támogatták, és a liberális pártnak ugye egyik alapdoktrinája, hogy az újdonságot kell támogatni, állandóan változtatni kell a társadalmat. Konkrét taktikai értelemben viszont nem értek egyet veled, tekintettel arra, hogy a második forduló ad lehetőséget háttéralkuk megkötésére, és hogyha abszolút többséggel nem rendelkezik valamelyik csoport, és a jelen választásoknál nagyon valószínű, hogy egyik csoport sem fog abszolút többséggel rendelkezni, mert az új pártörvénynek köszönhetően rengeteg kicsi csoportocska megjelenhet, új pártokra jelentek meg, tehát eléggé osztódott, fragmentálódott a román politikai mezőny, és akkor lehetőség van az első forduló után olyan koalíciókat kötni, amik a második helyre szorult csoportot győztes pozícióba vezessék. És erre támaszkodhat, erre számíthat a liberális párt ennek a javaslatnak a kapcsán, tekintettel arra, hogy azért a Szociáldemokrata Párt nagy mértékben erodálódott, és az világos, hogy a liberális pártnak mehet fölfele a csillaga, az kaphat kedvezőbb külpolitikai hátteret, és akkor a megfelelő alkalmat váró helyi csoportok átnyergelhetnek liberális pártszínekbe, amennyiben erre megfelelő alkalmat találnak. Az első önkormányzati választási forduló utáni tárgyalások erre megfelelő alkalmat kínálnak is, és erre számíthatnak. Ez a dél-romániai megyék, helyiségek, települések esetében bennünket különösebben nem zavar, de az erdélyi megyék esetében viszont van egy egészen más vetülete ennek a kétfordulós lehetőségnek, ugye, mert itt nagyon sok esetben háttérbe szorultak a különböző pártcsoportok, pártérdekek, és az etnikai kívánságok domináltak. A román-magyar szembenállásra gondolok, azt nyilván ki kell mondani. Talán túlságosan sokszor kimondta az RMDSZ is, hogy a magyarságnak nem érdeke az egyfordulós választás.
Jó, de az RMDS-re még rá fogunk térni a későbbiekben. Előtte viszont megkérdezem Erdély Andrástól, hogy mit úgy beszélünk, mintha minden el lenne döntve, vagy legalábbis úgy érzem kissé borulátóan. A bejátszásban úgy fogalmazott a híradónak nyilatkozó politológus, hogy kicsi az esélye annak, hogy megtörténjen ez a módosítás, amit a Nemzeti Liberális Párt szeretne. Ön hogy látja szerintem ezt? Szerintem nem történik meg. Tehát ez, hogy néhány hónappal azelőtt módosítani a választási törvényt, azt azért civilizált országban nem szokás most, hogy mennyire civilizált ország, Romániára ne részletezzük. Ne menjünk bele. Ne menjünk ebbe most bele, de nem hiszem, hogy annyit nyerhetnek vele, mint amennyit veszítenének. Tehát szerintem majd az áldozat szerepében fognak tündökölni, hogy ők akarták, de ezek a csúnyák nem engedték, és ha engedték volna, akkor ők milyen jót nyertek volna. Az viszont igaz, hogy ők valamennyit profitálhatnának belőle, hiszen ott, ahol esetleg megunták a beszedő uralmat, ott biztos, hogy sokan kaphatóak lennének arra, hogy összefogjanak ellen a két forduló között. És ez még át sem kéne állni a liberálisokhoz, hanem elég lenne csak azt támogatni azt a jelöltet a második fordulóban. De én azt mondom, hogy erre nem kerül sor. Tehát ez egyszerűen kivitelezhetetlennek tűnik még Romániában is. Nyilván, ha amennyiben a Csolos kabinet egy sürgősségi rendelettel ezt megteszi, akkor nem ez kivitelezhető. Nem ezt a balhét szerintem. Ez nem hinném, hogy megérném. A Csolos kabinetet ez nem terheli meg olyan nagyon, mert amúgy is átmeneti kormánynak tekinti magát, és a mandátuma mindenképpen lejár június 5-én. Sokkal inkább a liberális pártot, illetve az alkotmánybíróságot terhelheti. Igen, de azt láttuk az Alkotmánybíróságról, hogy... Rendben, csak ez egy olyan főben járó döntés, hogy ezt ki lehet vinni az Európai Bíróságra is. Jó, hát térjünk akkor rá az RMDS-re. Ugye Kovács Péter, az RMDS ügyvezető elnöke azt mondta, hogy a szövetség nem támogatja a kétfordulós polgármester választásokat, ugyanis a második forduló azokon a településeken, ahol 20-45% között van a magyarságnak az aránya, nem a polgármester legitimitását erősítené, hanem sokkal inkább az etnikumét. Kovács Péter úgy fogalmaz, hogy amikor kétfordulós polgármester választások voltak, azt láthattuk, hogy a második fordulóban természetellenes koalíciók alakultak, csak azért, hogy ne a magyar jelölt nyerjen. Ez semmiképp sem a jelölt legitimitás növelését jelenti, eddig tartott az idézet Kovács Pétertől. Itt az imént Gáspár Sándor már utalt ezekre a koalíciókra. Itt most egyértelműen hazafele húz a szívem, és Marosvásárhely jut eszembe, ahol ugye abban bíznak, hogy az egyfordulós polgármester választás az RMDS-es vagy a magyar jelölt javára fogja elbillenteni a mérleget. A papírforma nyilván ezt mutatja, de ez csak Marosvásárhely, esetleg Szatmár esetében ennyire pengejelen táncoló kérdés. Nagyon sok esetben van még, hogy magyar polgármester jelöl indul a tisztségért harcba, olyan városban, ahol nem többségben él a magyarság. Például Kolozsváron horvát. Hát a szimbolikus indulásnak tekintem, de sokkal fontosabb Szászrégen például, ahol Nagy András sikeres polgármester volt, rengeteg nagy község van, ahol jelentős román közösség élén mégis magyar polgármester volt, és eredményes polgármester volt. Tehát itt egy ilyen természetellenes koalíciós háttéregyesség megváltoztathatja azt, ami a településnek a természetes és etikus érdeke. Az, hogy magyar, bocsánat, még egy-két mondatom lenne, az, hogy nem érdeke a magyarságnak az egyfordulós választás, ez ebből a szempontból igaz. De a magyarságnak igazából az az érdeke, hogy tiszta választás legyen, és konkrét programok alapján döntsön a választópolgár, tehát aki jelentkezik egy tisztségért, aznak legyen településfejlesztő programja, olyan akciókat javasoljon, amelyek valóban előre vihetik. Tehát nyilván azért nyerjen a polgármester, mert megérdemli. Tehát az egész lakosságnak legyen az érdeke, egyértelmű. Hát az egyfordulóban még az is előnyös lehet idézőjelben, hogy ott elvben akár 10%-kal is nyerhetsz. Tehát ha van 15 polgármester jelölt és elvben eloszlik a szavazat, akkor 10-15%-kal simán lehet nyerni polgármesteri széket. De van szerintem egy másik kérdés is,
amit az RMDSZ kevésbé mond, az, hogy máshol sem olyan nagyon érdeke a második forduló, hiszen akár egy tiszta magyar helyen sem biztos, hogy olyan nagyon jó a második forduló az RMDSZ-nek, vagy elfben legalábbis nem az, mit tudom én, Csikménaságon, ahol ott a rendőr se biztos, hogy román, tehát ahol összefoghatnának, ha lenne a magyar ellenzéknek, tehát MPP-nek, IMMP-nek saját jelöltje, összefoghatnának az RMDSZ-en, de Csikmanaságot nem menjünk bele, nem tudom, de menjünk Sepsiszentgyörgyre, amit mondjuk, hogy ismerek forma. Tehát ott, ha lenne egy erős magyar ellenzéki jelölt, az a második fordulóba akár a románokat is maga mellé állíthatná. Mert a románok arra rájöttek, hogy a maguk 20%-ával egy erős RMDSZ-es polgármesterre szemben semmi esélyük sincs. Tehát akár egy esetleg gyengébb MPP-s vagy IMMP-s jelölt, ha volna, akkor a második fordulóba ott érdekes dolgok derülhetnének ki. Tehát lehetséges, hogy ebből a szempontból sem olyan nagyon jó az RMDSZ-nek a kétfordulós polgármester választás. Most ez Sepsiszentgyörgyön tiszta elvi példa volt, mert éppen nincsen egy tisztességes jelöltjük a magyar úgynevezett ellenzéki pártoknak, de ebben az esetben is meg lehetne gondolni, hiszen ott még ezelőtt 2008-ban például az MPP-nek a tanácsban többsége volt, több tanácsosa volt, mint az RMDSZ-nek. Tehát ha ott abban a szituációban, egy második fordulóban egy jó jelölt az MPP részéről lett volna, biztos, hogy a románok őt támogatták volna, mert hiszen van egy új ember, akit azt lehet mondani, hogy hát mi juttattunk oda, fiú, tehát nekünk te tartozol, eltérően egy erős RMDSZ-es polgármestertől. Most kihasználnám a lehetőséget arra, hogy a múlt héten arról beszéltünk itt a meghívottakkal, hogy melyik városokban kik lehetnek az indulók polgármesterek. Itt most ön említette, hogy Sepsiszentgyörgyöt valamilyen szinten ismeri. Ugye Antal Árpád még nem jelentette be tudtunkkal azt, hogy indulni fog. Ön hogy látja a sepsiszentgyörgyi polgármester jelölt helyzetét? Hát Sepsiszentgyörgyön, ha valami össze nem dől, akkor ott RMDSZ-es jelölt fog nyerni. Mert a két másik magyar párt, az MPP és az IMMP, az nagy erőkkel teszi tönkre magát. Igen, de inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ugye azt tudjuk, hogy Antal Árpád egy kedvelt polgármester Szentgyörgyön. Simán nyerni fog. Tehát ha indul, simán nyerni fog, és indulni fog, mert van, amikor a múlt ősszel, mintha azt mondta volna Kelement Hunor szövetségi elnök, hogyha ők megértik azokat a polgármestereket, megyei tanácselnököket, akik esetleg nem szeretnék folytatni, meguntak, elfáradtak, család, akármi, de akkor állítsanak maguk helyett egy olyan jelöltet, aki legalább azon a szinten van. Na, Antal Árpád úgy gondolom nem tud állítani egy ilyen jelöltet, mert nemigen van a környezetében olyan ember, aki ezt a szintet ütné, és ugyanez van valószínűleg a megyei tanács esetében is, ami részben azt gondolom, hogy a mostani vezetőknek a hibája is, hiszen rendben van, hogy én vagyok a főnök, és én vagyok erről, és én kell erős, nekem kell erősnek lennem, de azért nem ártana, hogyha lenne egy-két ember mögöttem, aki bármikor a helyembe léphetne. Na most úgy tűnik, hogy nincs. Tehát úgy gondolom, hogy az RMDSZ nem fogja engedni, hogy Antal Árpád ne induljon, tehát indulni fog és simán nyerni is. Igen, de hát ez nyilván a városnak is javára válik. Én nem mondtam, hogy nem, én csak azt mondtam, hogy még az a lehetősége se nagyon van meg Antal Árpádnak, hogyha nem akar, ne induljon, mert nemigen nevelt ki utódot maga mellé. És elég fiatal ember. Túl fiatal ahhoz, hogy visszalépjen. Hát fiatal, de azért most már lehúzott 4 év parlamentet, 8 év polgármesterséget, ami azt gondolom, hogy azért erodálja az ember. Tehát egy pillanatig nem akarom én, hogy mondjam, sajnálni vagy sajnáltatni a politikusokat, de mostanában Romániában polgármesternek lenni, és minden nap aláírni. Igen, amikor ott állnak mögötted a számvevőszék, DNA, mindenki, az egyáltalán nem egy nyugdíjas állás.
Most visszatérve a kérdésre. Igen, ezt szerettem volna, hogy térjünk vissza az RMD-hez, a Kovács Péter nyilatkozatához. Nagyon bonyolult a kérdés, és több irányból is meg kell vizsgálni. Ugye az egyik az a második forduló előtti alkuknak a lehetősége. Én sosem tapasztaltam azt, hogy a két forduló között létrejött volna valamiféle olyan alku, amely eredményre is vezetett volna, és amely nem jelentette volna azt, amely azt jelentette volna, hogy ezzel az etnikai szavazásnak elejét lehetett volna venni. Mert egy dolog, hogy miben egyeznek meg a politikusok a színfalak mögött, vagy zártartók mögött, és más dolog az, hogy a választópolgárok hogyan reagálnak erre a felkérésre, erre a felszólításra, és kire szavaznak. Tehát rendkívül nehéz eladni azt a szavazat mennyiséget, amelyet egy polgármester jelölt magának megszerez. Jó lenne, hogyha ez megtörténne, ez normális demokráciákban megtörténik, ahol a választók is sokkal jobban bíznak a politikai alakulatokban. Elhiszik azt, hogy a politikusok jobban ismerik a helyzetet, és jobban ismerik a megoldásokat, mint ők, és ezért hallgatnak a politikusokra. Nálunk jelen pillanatban ez nem történik meg. Ha megtörténne, akkor azt mondanám, hogy nem biztos, hogy az erdélyi magyarság számára teljes mértékben rossz lenne a kétfordulós polgármesteri választás. Egyrészt a Székelyföldön lehetőséget teremtene a versenyre, másrészt pedig, ha eltekintünk Marosvásárhelytől, amely ugye az idei helyhatósági választásnak az egyik fontos célja, megnyerni a marosvásárhelyi polgármesteri választást, mert ennek van valamiféle lelki töltete is, és önbizalmat ad, és akkor neki tudunk futni majd a parlamenti választásoknak is. De számos olyan település van, ahol egy kétfordulós választáson lehetne elérni eredményeket. Gondolok itt akár Kolozsvárra, vagy Brassóra, ahol, hogyha Gáspár Sándornak igaza van, akkor a második forduló előtt már azzal a román jelölttel lehetne egyezkedni, aki inkább felvállalná azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják a közösségeket. De ilyen például Brassó, ahol egyértelműen a magyar polgármesteri jelölttel leadott szavazatok elvesznek az egyfordulós választás esetében. Ráadásul meg bárki nyeri meg azt a választást, orrolni fog az RMDS-re, mert jó néhány szavazatot azért elórozott tőle, úgymond, de nincs más mit tenni az RMDS-nek, mert azt mondja, hogy amennyiben nincs polgármester jelöltünk, akkor nem biztos, hogy mindenki meg fogja majd érteni, hogy akkor a polgármesteri listán egy bizonyos jelöltre kell szavazni, egy bizonyos pártszínekben jelentkezett jelöltre kell szavazni, a másik listán meg az RMDS-re. De a dolog még bonyolultabb, mert ha csak Brassó megyét nézem, akkor viszont a falusi településeken, a vidéki településeken veszítenők el a kétfordulós választásokat egészen bizonyosan, Ürmösön, Apácán, Tatrangon, ahol a román ajkú roma lakosságnak az aránya messze meghaladja a magyar lakosságnak az arányát. Tehát egy rendkívül bonyolult kérdés az, hogy mire lenne jó az egyfordulós, és mire lenne jó a kétfordulós. Én inkább Kovács Péternek arra a gondolatára utalnék, azt tartom én egy sokkal nyomosabb érvnek, hogy nem lehet játszani a demokráciával, nem lehet a játékszabályokat játék közben megváltoztatni, nem lehet az RMDS részese egy ilyen színjátéknak, és ezért el kell utasítani azt, hogy olyanok lépjenek törvényhozói szerepkörbe, akiknek tulajdonképpen erre demokratikus jogosítványuk nincsen. Nem az államelnöknek, nem a miniszterelnöknek kell törvényt hoznia, hanem a parlamentnek. Ezért elfogadhatatlan az, hogy most az államfőnek vagy a kormányfőnek a nyomására, esetleg a kormányfőnek a döntése nyomán egy olyan törvényt hozzanak, amelynek a hatásait még nem tudjuk ma bemérni, de mindenképpen azt az érzést fogja erősíteni,
hogy Románia nem egy jogállam, itt a törvényeknek semmilyen súlyuk nincsen, itt bármikor meg lehet változtatni a törvényeket, attól függően, hogy éppen ki gyakorolja a hatalmat, és éppen azt jobban szolgálja-e vagy sem. Igaz, azt hiszem, Gáspár Sándor úr erre utalt, amikor azt mondta, hogy a választások tisztasága mindenek előtt az egyik legfontosabb. Kevés ennél tisztább jogi lehetőség van, mint az, hogy egy évvel a választások előtt már nem szabad változtatni a választási törvényt. Ez félremagyarázhatatlan, az egyesztendő az egyesztendő. A változtatás, változtatás. Amennyiben ezt mégis megteszik, akkor nyilvánvalóan bármi mást is meg lehet, és tényleg csak hatalmi kérdés, és kérdés, hogy ön maguktól, vagy pedig külső sugallatra, akkor már az ország szuverenitása is egyértelműen megkérdőjelezhető, a saját független, önálló, lelkiismereti szavazás kérdése is megkérdőjelezhető, ugye ami megint kérdés, hogy a képviselőnek nem szabad kötelező megbízást adni, úgymond, ugye az imperatívus az tilos, ahogy mondta Kelemen Hunor, RMDSZ elnök, pedig a valamikori kötött mandátum az sokkal egyértelműbbé tette a választott tisztségviselő felelősségét a választópolgárok előtt. Úgyhogy amennyiben ezt a törvényt megváltoztatják most az utolsó pillanatban egyértelműen rövid távú érdekek miatt, akkor minden megkérdőjeleződik ebben az országban. Én azt javaslom, hogy itt zárjuk le a választásokkal, kétfordulós, illetve egyfordulós választásokkal kapcsolatos eszmefuttatásunkat, és menjünk egy picit ki az ország határain, de maradjunk a határoknál, ugyanis a legfrissebb hírek szerint az Európai Unió tagállamai felkérték az Európai Bizottságot, hogy készítsen tervet a tagállamok közötti határellenőrzés 2 évre való visszaállításáról, nyilván ezt a szűnni nem akaró menekült válság miatt. Ez lenne a Schengennek a vége, vagy csak kapkodás van, és nem tudjuk, hogy mit tegyünk önök szerint? Kapkodás van, és olyan megoldásokat javasolnak, amelyek egyértelműen nem célra vezetőek. Ez már most borítékolható. Úgy, ahogy borítékolható volt a kvótarendszernek a hatástalansága is, ezt már akkor elmondtuk, hogy ennek az égvilágon semmilyen értelme nincs. Úgy tesznek az euróbürokraták, mintha gondolkodnának, mintha dolgoznának, de valójában előbb beszélnek és utána gondolkodnak. A nagy probléma ugyanis nem a Schengenen belüli migráció, a nagy probléma az, hogy hogyan sikerül, vagy sikerül-e egyáltalán a schengeni határoknak a védelme. Nem azt kell megakadályozni, mert azt már amúgy sem lehet, és különben sem Európa szempontjából semmit sem fog jelenteni az, hogy a menekültek, vagy a gazdasági migránsok most akkor Belgiumból, Franciaországba, vagy Németországból, Svédországba fognak elmozdulni, hanem sokkal inkább az a probléma, hogy nem volt igazuk azoknak, akik azt gondolták, ha jön a tél, akkor kevesebben fognak, vagy egyáltalán nem fognak érkezni az Európai Unió határára. Ma azt látjuk, hogy szinte zavartalanul folyik a bevándorlás, és azt valószínűsítik most már, hogy ha eljön a tavasz és eljön a nyár, akkor akár a tavaly érkezett embertömegnek a 4-szerese is megjelenhet Európa határainál. Törökország úgy tesz, mintha tenne valamit, de valójában semmit sem tesz. Zsarol, pénzt kér az Európai Uniótól. Olyasmiket mond Erdogan, hogy hát az a 3 milliárd euró, amit kaptak, az tulajdonképpen csak a politikai jó szándéknak a bizonyítéka, de hát az semmit sem jelent, és még legalább ennyivel be kellene szállnia Európának. Másrészt Görögország miközben nem tudja biztosítani a schengeni határt, nem fogadja el a nemzetközi segítséget, és csak az utóbbi napokban hangzottak el olyan hangok, hivatalos görög politikusok mondták, hogy valójában nem tudják ezt a határt biztosítani, és valamit kellene. Tehát a schengeni határoknak a visszaállítása, én azt gondolom, hogy ezt a migráns áradatot nem fogja megállítani, még jobban megosztja Európát. Sokszor beszéltünk itt arról, hogy közös megoldásra van szükség,
egy jól átgondolt megoldásra, de hatékony megoldásra, amennyiben ezeket a határokat visszaállítják, akkor az Európa tagállamai közötti bizalmatlanság olyan mértékű lesz, hogy nagyon nehéz lesz ezt a közös megoldást megtalálni, és ami nagyon fontos az Európai Unió számára, hogyha az Európai Unió fenn akar maradni, hogy felejtse el azt a régi döntéshozatali technikát, hogy hát még alszunk rá egyet, még egy hónapig halasztjuk ezt az intézkedést, mert az idő az nem az Európai Uniónak dolgozik. Amennyiben a schengeni határokat visszaállítják, az Európa gazdaságára viszonylag nagy csapást jelent, gyakorlatilag megszűnik a munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban. Ez felveti azt a kérdést, hogy ha nincsen szabad munkaerő áramlás, akkor érdemes-e fenntartani a közös pénznemet, és arról pedig Angela Merkel beszélt a tavaly tavasszal, hogy amennyiben az Európai Unió lemond a közös pénznemről, akkor az egész Európai Uniónak semmi értelme nincsen, mert akkor gyakorlatilag az szűnik meg, amiért létrejött az Unió a közös piac. Elemzők szerint egyébként nem függ össze a schengeni határ és a közös pénz. Én olvastam olyan közgazdászok által összeállított tanulmányt, és nem politikusok által hangoztatott szlogeneket, hogy körülbelül 40 milliárd eurójába kerülne ez Európának. Gondoljunk csak arra, hogy hányan dolgoznak, például hány Magyarországon élő ember dolgozik Ausztriában, hányan dolgoznak dánok Németországban, tehát németek Dániában. Tehát nem lenne gazdasági következménye, de nem járna az euró megszűnésével ez. De jelentős gazdasági hatása lenne a belső kis ország határoknak a. Igen, de hogy mind az Európai Unióra, mind pedig az egyes országokra nézve. Mind az egészen nagyon komoly gondot okoz. A legegyszerűbb példa, ugye több mint 50 éve most először van újra személyi okmány ellenőrzés Svédország és Dánia között. Egy olyan területen, amelyiknek igazából a bevándorlás okán nem kellene, mert oda kevesebben mentek, mégis akkora olyan sokan mentek, hogy a viszonylag kevés dán emberhez képest az a néhány ezer migráns is nagyon sokat számít, és még többet számít az, hogy ezek átjárnak az ellátó rendszert igénybe venni Svédországba. A lényeg az, hogy a mi területünktől, ugye, tehát Közép-Európától vagy Dél-Európától jóval távolabb van ez a hiszterikus intézkedés, és éppen a leginkább érintettek a svéd és dán emberek, akik munkában menvet veszítenek 10-20-30-40 perceket, ami nyilvánvalóan nagyon sokat számít, mert nem érkezik meg időben, tehát akkor a munkateljesítménye nem olyan, hamarabb el kell indulni, akkor a családi élet, a családi gazdaság, esetleg a második gazdaság, mert két állással ott is szoktak rendelkezni emberek, az szenvedélyez meg, tehát ennek közvetlenül lemérhető gazdasági hátrányai vannak. Át kell állni egy egészen más életritmusban, gazdasági szerkezetre. Akkor automatikusan megjelennének újra megint a belső vámok, ami megint rendkívül sokat jelentene, bürokratikus szempontból is, gazdasági hatékonyság szempontjából, és nagyon sokat jelent a globális versenyképesség szempontjából. De hogy itt az alapkérdésem ugye az volt, hogy vége lesz-e a Schengennek, vagy a határok visszaállítása, két éves visszaállítása a Schengen végét jelenti-e vagy sem. Tehát, hogy ne essünk abba a hibába, hogy már is siratjuk, vagy nem, ugye, csak azt soroltuk ugye Ambus Attila elmondta, hogy szerinte kapkodás, most Erdély András, hogy látta? Azt gondolom, hogy nem fog, még azt se fogják visszaállítani. Tehát a Schengen visszaállítás, tehát a Schengenről való lemondás, az én azzal értek egyet, amit Attila mondott. Tehát az teljesen szétverné az Uniót abban a szempontból, hogy egyszerűen az infrastruktúra sincs meg. Tehát a határokat, a vámot visszaállítjuk, de hova? Hát egy csomó helyen lebontották még az épületet is. Nincsen ember. Tehát óriási gazdasági veszteséget okozna. Tehát én azt mondom, amiből meg tudom ítélni, hogy itt nem a Schengen visszről való lemondás lenne a módszer, hanem hogy az előtt megállítani a migránsokat. És lehet, hogy Törökország zsarol. És lehetséges, hogy sokat kér, de akármennyit kér, azt gondolom, hogy meg kell adni. Végül is Törökországot ott tartják az ajtóba 25 éve, és most úgy gondolja, hogy na, akkor most én vagyok helyzetben, ide tessék leszámolni a pénzeket, és még sok 3 milliárdot fog oda kérni, mert úgy gondolom, hogy egyedül ők tudják megállítani. A török hadsereg több mint 1 millió ember.
akik félig meddig háborúban vannak, tehát azok nem ilyen dísz hadsereg, azok ténylegesen ott, tehát a szír határnál ott helyzet van naponta, ott nem lehet gatyázni. Ott van még a rendőrség, aminek még számadat sincs, de az is lehet egy olyan fél millió minimum. Tehát tulajdonképpen a NATO legnagyobb, nem a legnagyobb, tehát a legnagyobb európai, az Egyesült Államok után a legnagyobb hadsereg. Ha azok nem tudják megállítani, akkor senki. De András, ne arra, hogy ez azt jelenteni, hogy akkor a lokális háborúknak az övét Törökországra koncentrálnánk, ugye, Szíriából, Irakból, Iránból, stb. Átkerülne, vagy születne egy újabb háborús tűzfészek. De hát, ha az nem... okokat nézzük, hogy mit mi okozott, akkor messze kerülünk, ugye, hiszen 5-6 évvel a jelenleg háborús, polgárháborús országnak méltán nevezett területeken az egy stabilitás volt. Nem volt demokrácia, de stabilitás volt. De az most már elment. Van egy bejátszásunk arról, hogy hol tart most a menekült hullám, mennyire zsúfoltak a menekült útvonalak. Nézzük meg most ezt. A sorban álló migránsok papírjait vizsgálták a határrendészek szombat este Síden. Éjjel közel 300 bevándorló várta, hogy mi hamarabb a Horvátországba tartó szerelvényre jusson. A migránsok közül sokan hibásan kitöltött papírokkal várakoztak, olyan ember is akadt, aki hamis dokumentumokat tartott a kezében. Aki továbbra sem tudta bizonyítani, hogy Afganisztánból, Irakból vagy Szíriából származik, azt nem engedték fel az Európai Unióba tartó vonatra. Vannak, akik iratok nélkül is beálltak a sorba, remélve, hogy felszállhatnak a vagonokra. Az ellenőrzés azonban szigorú. Megfelelő dokumentumok nélkül senki sem utazhat tovább. Vasárnap reggelre hótakaró borította a sidi vasútállomás egész területét. Az utakat folyamatosan tisztítják, de az erős széllökések nehezítik a közlekedést. A hóesés megnehezíti az illegális bevándorlók szállítását, ennek ellenére az elmúlt órában több illegális bevándorló érkezett ide a szerb-horvát határ közelébe, mint az elmúlt napokban. Az érkezők közül sokan rácsodálkoztak a fehér tájra, mert havat eddig csak képeken láttak. Egy arcát nem vállaló migráns is a dermesztő hidegre panaszkodott. Azt mondta, szülőhazájában, Marokkóban kellemesebb az idő, de a nélkülözés miatt arra kényszerült, hogy a napsütést hideg napokra cserélje. A hosszú út során papírjait a vonaton felejtette, ennek ellenére kitartó, nem mond le Németországról. Én nem akarok visszamenni Marokkóba. A rendőrségre akarok menni. Elvisznek oda minket, és a rendőrségen majd elmondom, hogy elveszítettem a papírjaimat. A szerb határrendőrség egyik képviselője kamerán kívül azt mondta, hogy az elkövetkező napokban a macedón határzár és a nyugat-balkáni országok migrációs politikájának szigorítása ellenére is megnőhet a térségbe érkező bevándorlók száma. Azt látjuk, hogy a kemény tél vagy a tél sem állítja meg a menekült hullámot. Most mi lehet a mozgató oka annak, hogy ezek az emberek ennyire kitartóan jönnek az Európai Unió országaiba? Most erről egy vajdasági pszichológus professzor írt egy nagyon jó tanulmányt. Ő persze nem a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkezőekre vonatkoztatta, hanem sokkal inkább azokra a vajdasági magyarokra és szerbekre, akik elhagyják az országot, hogy egyfajta divatot teremt a kivándorlás. Olyan álmokat dédelgetnek, olyan álmokat vetítenek ki azok, akik korábban elmentek és nem tértek vissza. Olyan elképzeléseket dédelgetnek erről a befogadó nyugatról, amelyek arra késztetik, hogy mindenüket feladva, mindenüket pénzétéve elinduljanak és szerencsét próbáljanak. Hogy aztán ezek az elvárások nem találkoznak azzal, ami valójában van ma nyugaton, az egy más kérdés, és azt gondolom, hogy az egyik legfelelőtlenebb és legmeggondolatlanabb mondat volt az, amit Angela Merkel a tavaly ősszel kimondott,
hogy mindenki jöjjön, mert Németország mindenkit be tud fogadni, és minden menekültet nagy-nagy szeretettel várnak. Megteremtette a Willkommens kultúrnak ugye az alapjait, ami aztán nagyon hamar össze is omlott, és ma már a realitás kultúrának az alapjait próbálják meghonosítani Németországban. Ez arra késztette ezeket az embereket, hogy felkerekedjenek és elinduljanak. Na most egy kicsit visszatérve a Schengenre, itt vannak jogi kérdések is, ugyanis senki sem tudja, hogy hogyan lehet például a Schengenből kilépni. Ugyanis amikor a Schengeni egyezményt megkötötték, vagy hogyan lehet valakit a Schengenből kizárni. Ugyanis amikor a Schengeni egyezményt megkötötték, akkor úgy gondolták, hogy ez egy örök konstrukció marad, és ennek a bővítéséről kell legfennebb tárgyalni, nem pedig annak a megszüntetéséről. Tehát én azt gondolom, hogy amivel most fenyegetnek, hogy akkor 2 évre ismét visszaállítják a határellenőrzéseket, ezek gyakorlatilag nem fognak a Schengennek a felszámolásához vezetni, sokkal inkább megpróbálnak időt nyerni azzal, hogy ezt most felvetik. Valószínű, hogy ennek lehet egyfajta hatása azokra a migránsokra, azokra a bevándorlókra, akik el szeretnének indulni, akik arról értesülnek, hogy azért Európán nem lehet olyan könnyen végigmenni, ahogyan láttuk, hogy könnyen mentek, mert határellenőrzések vannak, és megtörténhet, hogy felakadnak valahol a határon. Az is egy érdekes kérdés, azt is érdemes meg végig gondolni, hogy mi lesz Görögországgal. Mert ugye a tavaly, amikor a görög adósságról beszélgettünk, akkor az volt a nagy kérdés, hogy ha Görögország kilép, vagy Görögországot kizárják az Európai Unióból, akkor annak milyen gazdasági hatásai lesznek az Európai Uniónak. Na most, ha megállítják a migráns áradatot valahol a makedón, bolgár, szlovén határon, akkor egyértelműen, hogy nagyon sokan nem Törökországban fognak rekedni, hanem Görögországban. Ez olyan mértékben megterheli az amúgy is gyenge lábakon álló Görögországot, hogy akár egy nagy görög összeomlásnak is lehetünk a tanúi. És akkor többen azt mondják, hogy az Európai Unió Görögországban egy, tehát az egész országban létre szeretne hozni egy menekült tábort. Hotspotokat hoznának létre, ami viszont megölné azt a fő jövedelmi forrást, amivel Görögország jelen pillanatban rendelkezik, a turizmust. Gondoljunk csak arra, hogy ott volt egy olyan szép kis sziget, ahova rengeteg turista járt, és azt a szigetet gyakorlatilag a Törökországból átcsónakázó, átúszó bevándorlók elfoglalták, és gyakorlatilag azt a szigetet gazdasági szempontból teljesen tönkretették. Itt említetted Németországot, és szeretném, hogyha Németországról beszélnénk egy picit. Ugye Angela Merkel ő tárt karokkal várta a bevándorlókat, most viszont mintha és a németek is egy ideig tárt karokkal fogadták, és aztán itt történt egy fordulat, és egyre népszerűbb a menekült ellenes Pegida nevű szervezet, és sokan már Angela Merkel bukását is vizionálják. Tehát hogy látjátok Németország megváltozott szerepét ebben a történetben? Ott azt hiszem, hogy ott volt egy nagyobb acskatévedés Angela Merkel részéről, még akkor is, hogyha figyelembe vesszük, hogy a németek már egyszer eljátszották ezt a dolgot. Hiszen azt mégiscsak el kell ismerni, hogy ott a 60-as évek végén, a 70-es években a német gazdasági csoda mégiscsak annak következtében, vagy annak a segítségével is következett be, hogy 100 000-esleg jöttek a török vendégmunkások. És a szerbek is, volt Jugoszláviából. Tehát Németország ezt a jelenetet már egyszer eljátszotta, hogy befogadunk sok idegent, és azt befogjuk a gazdaságba. És szerintem ez munkált most is, és ez volt a híres kvóta rendszer mögött. Mert szerintem úgy volt az elképzelve, hogy ezek majd jönnek, majd megnézzük, hogy ki az, aki alkalmas a német gazdaságban dolgozni, és a többieket jó erősen elküldjük a többi uniós országban, ahol viszonylag nehéz azért azt mondani. Tehát ez, hogy most Románia azt mondja, hogy ennyit meg annyit tud fogadni, miközben ő 3 millió ember elárasztotta az uniót, ez azért elég rosszul mutat. Másrészt az meg egy teljesen kivitelezhetetlen dolog. Tehát ha abban a formában, ahogy ők javasolták, tehát ha nincs határellenőrzés, most azt mondani egy menekültnek Frankfurt mellett, hogy gyere Botosán mellé a táborba, mert az is unió, az vicc kategória egyrészt. Tehát, hogy Botosán is, meg Frankfurt is mondjuk egyrészt.
másrészt, hogyha mozoghat, akkor másnap vissza fog menni. Ezt azért a romák bemutatták egy nehányszor, felvették a lóvét, hogy hazajönnek, itt hazajöttek, és egy hét múlva szépen visszamentek. Tehát ez a dolog egyszerűen nem működik. Tehát végül is én változatlanul azt mondom, hogy ott Németország ezügyben tévedett, hogy ő úgy gondolta, hogy jönnek, dolgoznak, és majd a fölösleget elpasszoljuk más helyre. Tehát csak az marad, én azt gondolom, hogy a külső határt kell megvédeni, még akkor is, hogyha azt mondod, hogy akkor... És erre Görögország egyszerűen képtelen szerintem. Én azt mondtam, hogy nem Törökországra kell fókuszálni ezt. A külső határok megvédése egyértelműen az Európai Unióban nem Törökországot jelenti. Az, hogy ha nem jöhetnek be, hol fognak ezek az emberek koncentrálódni, az felvet egy másik kérdést. Mert hogyha ez a tömeg mind csak növekszik, mind gyűl, mert máshonnan elmenekülnek, eljönnek, elvándorolnak, akkor ez elérheti azt a kritikus tömeget, amikor minden különösebb provokáció nélkül is robbanhat. Ugye? Tehát azt a megoldást kell megtalálni, hogy ez a vándorló tömeg ne növekedjék, ne kapjon állandó utánpótlást. De hogyha ilyen, azzal akarjuk, hogy valahol megállítsuk, akkor azt gondolom, hogy a macedon-szlovén határon nem lehet. Tehát ott nincs elég ember. Hát a török hadsereg nagyobb, mint Szlovénia. Szőröstől, bőröstől. Most én továbbra is arra kérek, hogy maradjunk Németországnál, és nézzük meg azt, hogy csődöt mondott-e a Merkel-féle politika, és ha igen, akkor milyen Németország elé nézünk, hogy milyen Németország várható. Bizonyos mértékben csődöt mondott. Ma több mint fele a németeknek gondolja ezt, több mint kétharmada a németeknek gondolja ezt, hogy ez nem volt egy jó megoldás, és több mint fele a Merkel szavazóinak továbbra is úgy gondolja, hogy Merkel a legalkalmasabb Németországban kancellárnak. Tehát itt van egy ilyen kettősség ebben a játékban. Gazdasági problémáról van elsősorban szó. Németország ugye az Európai Uniónak a lokomotívja továbbra is. Tehát ezért egyértelműen ráhárul az a feladat, hogy ezt a kérdést valamiképpen megoldja. Tüneti kezelésként meg kell állítani a migráns áradatot. Utána el kell ismerni azt, hogy Európa határai nem esnek egybe a fizikai földrajzi határokkal, hogy ez ma kiterjed Közel-Keletre, és egészen a Szaharáig tart, mert mi csak arról beszélünk, hogy a Közel-Keletről, Szíriából, Afganisztánból és Pakisztánból érkeznek menekültek, miközben a másik oldalon, Észak-Afrikából egy ugyanilyen tömeg zudul rá Olaszországra, Franciaországra és Nagy-Britanniára. És amikor Martin Schulzot beiktatták az Európai Parlamentben, akkor pontosan erről beszélt, csak hát nagyon lassan őrölnek az Európai Parlamentnek a malmai, hogy olyan gazdasági megoldásokat kell kínálni ezeknek a peremvidékeknek, amelyek meg tudják akadályozni azt, hogy eljöjjenek. Ebben Európát egy kicsit véleményem szerint az is akadályozza, hogy egy rég hibásnak bizonyuló gazdasági koncepció alapján képzelik el a jövőt, ez pedig a fenntartható fejlődés. Ez a francia forradalomnak ugye az egyik következménye, hogy a végtelenségig lehet növelni a gazdaságot, és ez a gazdaság növekedés jelenti a jólétnek az alapját. Na most, ahol Németország tévedett, és a közeljövőben ez még inkább ki fog derülni, az, hogy igaz, hogy csökken a lakosságnak a száma. Igaz, hogy elöregedik a lakosság. De az is igaz, hogy egyre kevesebb munkásra, alkalmazottra van szükség az új modern technológiáknak köszönhetően, és egyre hosszabb az az idő, amíg egy ember aktív maradhat. Tehát ők még továbbra is azt szerint, a koncepció szerint gondolkodtak, amint András itt elmondta, hogy akkor ha 60-as években, 70-es években így építettünk egy modern Németországot, akkor ugyanez a megoldás, hozzunk be néhány millió embert ide. Ez a néhány millió ember elsősorban fogyasztó, aki lakást fog vásárolni, autót fog vásárolni, hűtőszekrényt, tévét, stb. Másrészt pedig még dolgozni is fog. Na most az óriási tévedés az ott volt, hogy miközben a jugoszlávok és a törökök valóban vendégmunkásként érkeztek Németországba és dolgozni akartak, kiderül, hogy
a mai bevándorlók közül nagyon kevesen vannak, akik szakképesített munkások, még kevesebben vannak, akik valóban egyetemi diplomával rendelkeznek, és ami a legszomorúbb, az az, hogy nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán szeretnének valamilyen szakképesítést nyerni Németországba. Ők úgy hallották, hogy Németország az a tejjel mézzel forduló Kánaán, ahol a társadalmi segély az a többszöröse annak, amit ők otthon kaphatnának, akár átlagbérként is. Igen, de hát ez a Merkel-féle politika, bevándorló párti politikának a csődje, amiről ugye elkezdtünk beszélni. Az elmúlt napokban kiemelt hír volt, hogy a szerb-román határ közelében, a román területen mintegy 60 menekültet fogtak el a határőrök. Megváltoznak a menekült útvonalak a kerítések miatt, vagy minek vagyunk a szemtanúi? Ez nagyon könnyen feltételezhető, hogy egy kísérlet volt, keresik a lehetőséget, hogy más útvonalon is be. Tehát vannak feláldozhatók, és akkor ők jöttek, és őket elfogták, hát vagy ezeknek az embereknek már ezeket az embereket is irányítják, mindegy. Ezeket viszik, mondjuk egyszerű gyűjtő, szóval az embercsempészek. Már több esetben kiderült, bírósági perek vannak, hogy hálózatok léteznek, sőt, még kényszerítettek is teherautósofőröket, hogy embercsempészek szolgálatában úgymond dolgozzanak, szállítsanak. Tehát ez egy határozottan erőteljesen fejlődő bűnözői üzletág, akiknek nyilvánvalóan az a néhány ember, akit esetleg lecsuknak, vagy aki esetleg belefullad a tengerbe, az nem számít. Balesetek is vannak, ne legyünk csak rossz hiszeműek. Az, hogy ide bejöttek Romániába, ez egyértelműen egy új útvonal keresésének a lehetőségét jelenti. Amennyiben ez nem megy, akkor nem fogják erőltetni, mert később akkor csak ráfizetnek. De ha véletlenül bejött volna, hiszen tudjuk, hogy ezelőtt néhány hónappal még Észtországon, Litvánián keresztül is mentek bevándorlók, akik ráadásul a déli országokból kerültek be Oroszországba, és úgy aztán észak felől mentek be. Ez se bizonyult kifizetődőnek, hiszen nem nőtt meg az ott vándorló embereknek a száma. Itt a román rendőrség hamar elkapta őket, de nem tudta tovább engedni, mert Magyarország egyértelműen ugye nem fogadja, és a román rendőrség, a román hatóságok mégse tehették meg, hogy a zöld határon eresszék át őket, mert abban a pillanatban Magyarország felépíti a kerítést, amit politikai okok miatt Románia el akar kerülni. Tehát akkor Románia továbbra sem célország, jól értem? Nem hiszem, hogy célországgá váljon Románia, sem a saját gazdasági felépítménye, sem a főútvonaltól, a fő célponttól, Németországtól félreeső földrajzi elhelyezkedése miatt. Ami ebben érdekesebb, az a szerb hatóságokkal való vita, mert a szerbek eleinte nem akarták visszafogadni sem azt a 60 embert. És hogy aztán pontosan milyen megoldásra került sor, azt én most nem tudom, hogy milyen körülmények között fogadták vissza őket. A lényeg az, hogy azóta újabb csoport nem jött. Tehát attól nem kell félnünk, hogy most hirtelen célországgá válik, vagy tranzitországgá válik Románia egy ilyen ok miatt. A nagyobb kérdés az, hogy mennyire fogják a lágerben lévő elhelyezett menekülteket kiosztani, szétosztani, hiszen azért csak fel lehet őket ültetni a repülőre, be lehet őket rakni egy vonatra, és ideiglenesen el lehet helyezni itt Romániában, ha éppen arról van szó, és az a néhány ezer ember, hogy aztán később mennyi ideig tartózkodik itt, az már egy későbbi tárgyalásnak lehet a következménye. De engem egyelőre ez a 60 Szerbiából ide került migráns nem zavar. Most a migránsok számára... Adás időnk végéhez érünk. Én azt javaslom, hogy még egy témát érintsünk, de tehát maradva a menekülteknél, és egy gyors választ várok mindenkitől. Ugye azt látjuk, hogy a menekültválság kezdetén még a politikum határozta meg az irányokat. Most viszont mintha felerősödni látszana az utca hangja a szilveszter éjszakáján történt események után. Elfogyott a népnek, az európai, a toleráns európai embereknek a türelme. Ugye azt látjuk, hogy egyre többen vannak azok, akik bevándorló ellenesek. És akkor Erdély Andrástól kezdjük egy gyors választ mindenkitől. Szerintem elfogyott, és ettől még csak rosszabb következik. Tehát a német ember az hamar, nem azt akarom mondani, hogy radikális beállítottságú, de hát ott elég hamar kinyílik ott is a bicska, tehát ez nem fog sokáig menni, és előbb-utóbb
Hát a mostani szóhasználattal vélhetően azt mondanák nekik, hogy szélsőséges csoportok, de igenis meg fognak jelenni, és igenis rájuk fognak menni a migráns szállásokra, és ott ártatlan emberek fognak alkalmasint áldozatául esni ennek a dolognak, de igenis elfogyott a türelme. A jóléthez, a csendhez szokott németországi, finnországi, svédországi, dániai embereknek, és a politikumnak nem igen lesz más lehetősége, mint meghallgatni az utca hangját. Köszönöm. Eleinte bizott a nép a hatóságokban, a politikumban, hogy az új helyzetben ugye fel tud lépni és megtalálja a megoldást. Kiderült, hogy a politikum nem hajlandó megfelelő lépéseket tenni, és akkor kénytelenek más megoldással kifejezésre juttatni az akaratukat az emberek, a lakosság, hiszen a saját falujukról, saját városnegyedükről van szó, és egyértelműen fokozódni fog a civil társadalomnak a hangja. Az erőszakos fellépések is meg valószínűleg megszaporodnak, de én ezt nem a népharag megnyilvánulásának tekintem, illetve csak részben tudom annak elfogadni, sokkal inkább provokációs dolgok lesznek, manipulált eljárások. Nagyon tanúságos lehet a politikum számára az, hogy egy-egy társadalmi, gazdasági terv projekt mellé oda lehet állítani a lakosságot. Ennek a bizonyítéka volt a Willkommens kultúrának a megnyilvánulása, ugye a menekülteket a pályaudvaron virággal, virágcsokorral váró lakosság, de nagyon hamar el is lehet veszíteni ezt a bizalmat, abban az esetben, hogyha csak látszat intézkedéseket hoznak, és nem ismerik be azt, hogy tévedtek, sőt a tévedéseiket hajlandóak hosszú időn át újra és újra megismételni. Azt hiszem, hogy a nyugati ember mindenek előtt pragmatikus, lehet neki hazudni, lehet őt félrevezetni, de többnyire csak egyszer, ez különbözteti meg a nyugati társadalmat, a keleti társadalomtól, a mi társadalmunktól, ahol többször is lehet hazudni nekünk. Kedves nézőink, ez volt a ma esti sajtóprés Erdély Andrással, Gáspár Sándorral és Ambrus Attilával. Én köszönöm a meghívottainknak, hogy itt voltak velünk ma este, önöknek pedig a figyelmet. Várom önöket jövő szerdán is, este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban.